Szevasztok, Széltoló vagyok a Lootmastersztól, ez pedig ismételten a Strategic Mind Blitzkrieg. Szóval, az előző részek tartalmából elfoglaltuk Stalingrádot, visszavertük az orosz ellentámadást, úgyhogy most a következő ütközetre készülünk föl, ami lényegileg nem lesz más, mint a legendás Kurszki tankcsata, a legendás Kurszki ütközet. Ehhez lesz szükségünk egy csomó mindennek a fejlesztésére. Ugyebár mi történt? Szakértőink? Hát nincsenek. Ezúttal nem fogjuk tudni megszólaltatni őket, azon egy jogból kifolyólag, hogy lelettek tartóztatva. Úgyhogy most csak a saját fejünk után mehetünk, aminek következtében megnézzük, hogy miben élünk itt. Frontline artillery nem érdekel, ez az infrastruktúra 200 pontért nem érdekel, self-propelled plusz egy moment point, jó, hogy minden egy ponttal kevesebbe fájjon. Vannak FAU rakétáink, nézd meg! Nézd meg! Azt mondja, 15 command pointba kerül. After activation, the selected hex is hit by FAU-1 flying bomb, which inflicts significant damage to enemy units and infrastructure. 15 pontba kerül. Hát, és 300 pontba kerül a megtanulása. Azt mondja, a következő szinten 3 ponttal kevesebbe fáj. Tehát 12, és utána gondolom, hogy le fog menni a harmadik szinten 9-re. Tehát a kérdés az, hogy megérje 900 victory pointot beáldoznunk. Hát nézzétek, utóvégre erre gyűjtöttünk. Utóvégre erre gyűjtöttünk, úgyhogy én bizony megtanulom azt mondja, hogy pontosan 9 command pointba kerül. Maradt össze-vissza a 33 victory pointunk. Há, jó. 11-et kapunk körönként. Mondja 50-et a Field Marshal szintért. 50-et a Military Units, oké. Levonnak. Na jó, hát ha levonnak, akkor levannak vonva. Ellenben van itt nekünk egy csomó szintlépünk, először is rendezzük el a szintlépéseket. Ground Taker. Jó, na nézzük, tudunk ezeknek csinálni. Plusz egy spotting range. Surrender with one strength. Ha jó, hát ez kell. Ez kell mindenképpen. Úristen, mennyi egységet bírok fejleszteni. Hú, de fogjuk darálni a szemem jelenvéket. Prestige pontokat. Ground Taker mindenképpen. Repülőgép. Repülők kicsit gyagyájul vannak megoldva, de hát most mit csinálják neki? Bombázó.
Vedör mindenképpen. De kellene a Sealed Deal is, de kellene ez is. Ne. Fire Disciplina. Tűz Disciplina. És Sealed Deal. Így inni. Na most akkor. Minek utána ezzel megvoltunk. A Kurszki ütközet. Hadd nézzem csak. Júliusban fog zajlani. Tehát a téli felszerelése egyelőre nem lesz szükség. Ellenben nézzük akkor az upgrade-eket. Jól van, tehát megjelentek a panterok is. Nézzük, hogy is működik ez. Azt mondja, a panter gyorsabb. Overrun, high precision, overwatch, hard. During enemy turn, the unit attacks hard targets moving into gun range. Once per turn, an enemy attack disables this skill until end of turn. Oda nézzél már. Ellenben nem heavy armor. Rapid advance, long range és high precision, mind a kettő van. De nincsen fort, destroyer és heavy armor. Ellenbe tankok ellen sokkal durvább. És messzebbre megy, és több az üzemanyaga. Jó, azt fogjuk csinálni, hogy megvannak a tankjaink. Tehát megvannak a tigriseink, akarom mondani. Fölfejlesztünk mindent és mindenki mást, és aztán veszünk egy pantert, és megnézzük, hogy az egyetlen egy darab panter mennyi mértékben fogja befolyásolni ezt. Tehát, hogy ha veszek egy egységet, akkor az mínusz 51 military unit lesz, vagy ez hogy működik? Végső ideje lenne rájönni már, mert azért, ha megnézitek Haldert, jócskán ki van dekorálva. Igen, ennek a mondatnak semmi értelme nem volt, de értitek a lényeget. Tehát azt mondja, hogy Stuk 3, upgrade-eljünk. Tehát van egy Stuk 3 F-ünk. Jó, csináljunk belőle Stuk 3G-t. Ingem nem zavar. Na, azt mondja, hogy van nekünk Bunker Flak 88-asunk, és eddig a Marder 3 volt az utolsó elérhető. Nashorn, és az elefánt. Mi az eltérés? Eltérés a Hard Defense-ben van, és nézzük csak, azt mondja, hogy Fort Destroyer, jó, ez mind ugyanaz, mint a Nashorn, és itt mi van? Fort Destroyer, bejön a Heavy Armor, és az összes többi mind ugyanaz, hát akkor hülye lennék nem elefántra. És még gyorsabban is megy, és kamuflás. High camouflage difficult to spot. Ha jó, legyen. Jöjjenek az elefántok a tigrisek mellett. Így.
Nézzük a légvédelmet. Hát a légvédelmünk az még mindig a régi. Innen nem számítok nagy változásra. Esetleg majd bejöhetnek ilyen virbelvindek, meg nébelverferek, meg mit tudom én, micsodák, ilyen kései légvédelmi őrületek. Nézzük ezt az ágyut. Tehát ez egy 203 mm-es jószág. Nem tudom, hogy ezt nem úgy szereztük valakit, de hogy nem az oroszoktól. Az oroszoktól szereztük, nézzük csak, ez így itt még gyöngébb. Esetleg nézzük a Hummelt, ami még gyöngébb. Tehát akkor úgy tűnik, hogy ez az ágyú már pedig maradni fog. A Horde ereje ennek mondjuk rá messzebbre Horde, tehát ez mondjuk a 5 mezőre tud ellőni, de gyöngébb az élő erő ellen. Hát erről meg ne is beszéljünk, hogy a Hummel mennyivel gyöngébb. Úgyhogy ő egyenlőre marad. Azt mondja, hogy ez egy önjáró tűzérség, és mind olyan nem fogom ehhez viszonyítani, hanem ehhez kell viszonyítanom, mert hogy ez vontatott, ez pedig önjáró. És mint önjáró löveg, vagyis önjáró tábori tűzérség, érvényben van rajta a plusz egy felszerelés, illetve minden önjáró gépjárműhöz kifejlesztett skill. Hiába van ennek nagyobb lőtávja, meg minden vacak, erre fogunk rámenni, mert hát azért valamennyivel jobb. A Hummel. Gyalogság terén, ahogy elnézem, változásunk nincs, nem úgy a repülőgépek terén. Tehát eddig van egy BF-110F1-ünk, vagyis hogy ez, és jött a 110G2, ami lényegileg egy egységgel növel mindent, 36 pénzért, csak a hülye hagyná itt. Így is van. Na most bombázók terén nincsen újdonságunk, illetve ezek a szentszarságok terén sincs semmi újunk. Na most ugyebár az előző ütközetben jöttünk rá, hogy nekünk itt lehet csinálunk egy ilyet, hogy ezeket föl lehet erősíteni. Ezeket most így itt végig erősítgetjük, ha kell, ha nem. Így. 15-ös tigrisek. Enyhén vérfogyasztó.
Igen, a falsémesektől meg kell válnunk kamionok terén. Így, hogy esetlegesen ismételten bevethetőek legyenek mind a fél elég ide szantosok. Jó, Coastal Landing, Paratroopers és a többi. Nagyszerű. Úgy hiszem, hogy nagy átlagba számolva éppen most lett a seregem egy olyan 30%-kal erősebb, mert hogy eddig én nekem erről fingom nem volt, hogy ezeket nem lehet, jól van. Ja igen, ezek már ezek ilyen kompakt cuccolmányok, tehát akkor ezzel is meg vagyunk. Mondjuk rá gyorsban még pillancsunk rá a hősökre. Tehát azt mondja, hogy a vadászgépek. 100 damage to fighters, tactical bombers. Nem hiszem, hogy valakivel ki lenne. Habár nincsen már messze. Hát igen, ez itt megvan már, de nem bírom, mert mind a kettő kell. Summon Aviation Recon. Ezt azt se tudom, hogyan kell, hogy őszinte legyek. Infantry. Hát ez még váratni fog. Tank. Ez mondja, okoz 80 sebzést. Jó, ennek már megvan. Hát ezek nagyon messze lesznek. A vadászgép ismételten. Azt mondja 40-et. Há jó. Ó, hát ez ten... Ez itt már egészen közel van, na mindegy, jó. Tehát akkor ezzel most meg vagyunk. Hogy is néztük, tehát... Igen, 11-et kapok körönként, mert 50-et kapok és 50-et vesztek el. Tehát akkor most azt csináljuk, hogy vásárolunk. Jó, hát nincs itt semmi más új. Tehát vásárolunk egy korai gyártmányú Panther D-t. Ezt megvesszük. Aztán hová lett?
idelet. Tehát fogjuk ezt a Panther D-t és felszereljük. Először level up-oljuk agresszívra. Sealed deal-re. Equipmentből kapjon. Hát mindenképpen védelemre fejlesszük. Zimmerit réteget. Space Darmort. Meg... Te mi vagy? Nem kell lesz. Flamethrower nem... Kapja muníciót, állj de. Plusz 2 muníció mindjárt. Ja, és amúgy is ahogy elnézem, nincs itt semmi újabb. Úgyhogy, okés. Így. Tehát... Felfejlesztettük 12-re. Na most akkor nézzük csak. Igen. Ha veszek egy egységet, vesztek egy pontot. Ha fogalmazzunk úgy, hogy igen-igen kellemetlen. Pedig én most gondoltam bevásárolni. Mindegy. Bassza genya. Kell még tank. Úgyhogy. Veszünk még... Ha egy van, akkor még 4 Panther D-t. Így. Hogy legyen egy Panther szakaszunk is. Agresszív sealed deal. Jó. Equipmentek. Zimmerit, space és muníció. Zimmerit, space, monyec. Ennyi. Tehát akkor még felhúzzuk őket. 12 óra. Így. És akkor most megnézhetjük. Még egy pillanat. Tehát 8 bombázom megvan. És a 8 vadászom is megvan. A 3 izécse, a 8 gyalogság, az ágyuk, a tankvadászok, a földerítők, ez a rohamlöveg izé, a többi pedig tankok. Jó, akkor ezzel meg is fogyunk. Úgyhogy mivel okosabbak nem tudunk lenni, megnézzük, mi vár ránk. And the head of this conspiracy is Halda. He's recruiting officers for a rebellion. He's blinded by his thirst for power.
He must be arrested at once! My Führer, where did you get these ideas? Is there any proof of this vile conspiracy? These obnoxious officerlings are all the same! Traitors, daydreaming about overthrowing their Führer! Listen to me, Adolf. After the appointment of Halder as the Army Chief of Staff, I made a test for him to check his loyalty to the Führer. He passed it brilliantly. There is no need to doubt his honesty. He is too bullheaded and independent to my liking. He opposes me all the time. I'm tired of it. Our army got a number of great victories owing to his talent. I do not think it's wise to refuse using such a brilliant strategist. Well, I will listen to you, Hermann. I will employ him for one last operation. Just because I cannot find a suitable replacement for him at the moment. Halder, I regret to inform you that you will remain in the Chief of Staff position. Reichsmarschall Goering personally vouched for you. I order you to start the preparations for the attack on Kursk. I need the help of my top commanders. I ask you to release Manstein, Guderian, and Rommel from captivity. They were arrested under very serious accusations. Those of high treason. The investigation is ongoing. These officers are men of honor. I'm sure the accusations are false. We cannot win the war if we keep our best commanders imprisoned. Müller has telephoned me this morning. The Gestapo has not found any proof of Manstein and Guderian's involvement yet. So I will release these two. However, Rommel is still under suspicion. Rommel is also crucial for the next operation planning. Halder, I will not bother bargaining with you. Go back to your headquarters and get down to work. If you fail this operation, or I get the slightest doubt of your loyalty, I will order you and your buddies to be executed. Hiya. My Führer, I have an important matter to discuss. What do you want? I'm very busy right now. I cannot stop thinking about the horrible rumor that there will be an assassination attempt. Allow me to alleviate your fears. All members of the conspiracy are under arrest. What if not everyone was caught? Imagine if the assassination happens. The Reich may fall due to a power crisis. All your hard work will be null, only because you have not signed a single document about your successor. To offer me, the Führer of the Sacred Third Reich, to write a political will? As if I can be afraid of something! This is only a precaution. We cannot risk all of your great achievements, Adolf. You just have to sign a piece of paper to put all of your loyal servants' hearts at ease. Relax, Hermann. The talk about my successor is pointless. I plan to rule the Sacred Third Reich for many years to come. The Führer is protected by higher powers, and any attempts to assassinate him are destined to fail. In this case, there is truly nothing to worry about. Let the gods keep you safe, Adolf. Rommel, we know that you're part of the conspiracy planning to assassinate our Führer. Tell us what you know. Otherwise, it might end very badly. Do not force us to hurt you. Most erre mit tudok mondani. Valójában Rommel ugyebár 44-ben
rá lett kényszerítve, hogy öngyilkosságot kövessen el a Stauffenberg féle sikertelen merénylet után, amihez ilyen hatodrendű módon hozzákötötték, tehát hogy valakinek a valakinek a valakie által esetlegesen tudhatott valamit. It's good to breathe freely again. Thank you, Franz. We'd be history without you. You could say that again. Hold on. Where's Rommel? Will he be joining us? The Führer refuses to let Irvin go. He claims the general is connected to the resistance faction. Nonsense. Rommel is an exemplary officer, honorable to a fault. Him committing high treason? Impossible. I'm afraid his honor was precisely the catalyst for joining the resistance. He was the biggest opponent of the war crimes authorized by the Führer. Whatever happens, we need to get him released. Rommel is among our finest strategists. That won't be easy. And to be honest, few things will be from this point on. I have somehow earned the Führer's disfavor, and I'm only keeping my position until a more loyal replacement is found. In order to salvage this disaster and free Rommel, we must remain in command. We can only do that by showing continued excellence. The time has come to strike the death blow against the Soviet Union. Operation Citadel has received our green light for execution to begin. According to Abwehr, the Soviet High Command is planning a large-scale counteroffensive across the Donets River. They will push towards the Dnieper to encircle and destroy Army Group South. In any other circumstances, I would recommend digging in for defense, but now... Yet such a decision. Now will be the last show of weakness. The Führer needs to relieve all of us from duty. So instead, we attack. Flank the Russians before they are done mustering their forces. We must share off the Kursk salient, attacking from both north and south. The southern contingent will have to capture Poniry and Shchigri. The northern one will take Prohorovka and Mariina. After that, they will rendezvous near Kursk and hit it from two sides. Afterwards, taking into account the possible and likely Russian counterattack, our forces must dig in on the outskirts of Voronezh and take Staryoskol, Kastornoye, Dolgoye, and Livni. One last thing. Heinz, Erich, you know what's at stake. We cannot lose this. Dismissed. Ó, te jó magasságos Úristen! Azt mondja. Itt, és itt. Tehát lényegileg félbe kell vágnunk a térképet függőlegesen. Hú. Ez itt Lgov vagy micsoda? Innen indulunk. Jó, és akkor hol az édes anyja keserőbe? Van. Stary Okolsk. Kastornoje. Marimo. Livni. És Kursk.
Hát ez egyenlőre rohadtul érdekes lesz. Mindenek előtt csapjuk ki az egységeket. Tehát el kell indulnom északról, délről, és keletről tolni az egészet nyugatra. Hát mit mondjak, ez még viccnek is rossz. Our tanks are not heavy, but fast. Not heavy, but fast. Hát ettől már hol vannak nehezebb tankok az ég még ágyon. Tiger, awaiting orders. Még viccnek is rossz. Panzers are the cutting edge of Wehrmacht. Így. Ezzel te nem értem, hogy mi a helyzet. Tehát ő nekik itt át kell jönni a hídon. De mi dolog van ezzel? Ezt el kell foglalni ebből valamit, nem? Hagyjuk magukra hátra, az csókolom van. Ez hiszentség, hogy lesz valami ellentámadás. Tiger, awaiting orders. It's not very comfortable here. Jó. Heavy armor ready to engage. At the head of the blitzkrieg. Így. Szóval mindenhova jöhet, akkor még heavy armor ready to engage. Recon company standing by. Ocs, ez meg hová bírom tenni, ide bírom tenni. Mindenhova egy földerítő. Ide egy páncéltörő, mármint hogy akarom mondani antitank, ide is jöhet egy antitank. Can you see anything? Heavy caliber! Így. For glory! Úgy látom, hogy ide már nem fér semmi. Akkor még ide. Can we start blasting already? Jöjjön a Hummel. Itt van röpterünk, ugyebár. Akkor ezt elvesszük innen, és ide rakjuk. Ready for strafing run! És három ejtőernyőst kirakunk ide. Itt úgy nézem, szintén van. Röpterünk, úgyhogy akkor ide is jöhetnek az ejtőernyősök. Itt másra már nincs is hely. Itt akad még némi hely, akkor ide jöhet a... Armed and ready! Stug. We are heavy hitters. Jöhet egy arti. For glory. Jöhet egy gyalogság. Mind the gap. Hát akkor ezek
Nem jönnek egyelőre. Password, all enemy flights are grounded. De jöhet még ez. Itt van még hely. Nincsen több. Itt van még egy hely középütt. Armored train at your command. I didn't want to join the army. Így. És akkor ezzel ki is volnánk a szárazföldi egységekkel. És akkor nézzük a repülőgépeket. Azt mondja, hogy itt van egy bombázó, két bombázó. They won't know what hit them. Nem, ez vadászgép. Tehát egy bombázó és egy vadász. Körülbelül ilyenre számítok mindenhol. Igen, egy bombázó és egy vadász. Lucky you on the ground. It's freezing up here. Egy bombázó, egy vadász. És feltételezem, hogy ugyanez lesz itt is. Egy bombázó és egy vadász. Tehát... They won't know what hit them. Két vadász. All is quiet, but not for long. Két bombázó. Tudtam, éreztem. Fire from the sky. Hát menj az anyádra akkor. Ready to make some craters. Két bombázó. Good day to score some kills. Két vadász. Egy vadász, két vadász. Christmas is here and I have a bomb bay full of presents. Egy bombázó, két bombázó. És még ide le. Any orders? Egy vadász, két vadász. Egy bombázó, két bombázó. Most esetleg még annyit bírok, hogy őtet átpakerolom ide. We bring the firepower. Aztán őtet meg akkor kiimádkozom itten. Így. Itten végigfoglalt. És minden által foglalt. Ide még nem is lehet kirakni. Hát, gyönyörű. Jó. Tehát akkor ez az alapelképzelés. Ezekkel elindulunk a folyónak a déli partján. Lgov izébe. Az a jó, hogy itten viszont nincsen semmi nagyon elfoglalni való. Tehát ezekkel a srácokkal el tudok indulni direkt a délnek. Kursk irányába. Ja, itt ezt el kell foglalni mindenképpen, nem tudok mit csinálni mást. Nézzük itt lent délen. Ők itten a Jolly Joker szerűségek, mert hogy technikailag kutyafasz a dolgok nincsen. Tehát őnek annyi egyetlen dolguk van, hogy
Törjenek előre, előre, előre. A délieknek pedig az, hogy menjenek körbe-körbe körülbelül idáig. Ez idő alatt, mire ők ideérnek, az északiaknak el kell már foglalniuk itt Tónát, Boronát. Valahogy. És a többieknek is nagyjából ide kellene érnie. Aztán pedig csapathatjuk tovább kelet felé. Jó, hát akkor ez a taktikai elképzelés. Nézzük, mennyi időnk van rá most, amikor segre esik 12 körrel. 15, jól van. Láttunk szebbet, láttunk jobbat. Gyalogságok, némi tank, hát az egész fing a levegőbe, aknák, ez itt micsoda. Jó, vannak mozgó egységek, ami nem túl jó, de mondjuk rá ezeket egy tankkal egy kör alatt innen elpakerolom, és aztán megyünk tovább. Nézzük, itt miből élünk. Lényegileg telepített taknák és a többik. Nagyon számottevő ellenállás nincsen. Ez kellemetlen lesz így. Ez túl könnyű ahhoz, hogy bármi értelme legyen. Ezt nagyon meg fogom szívni. Na mindegy. Oké, tehát akkor csináljunk egy savegamet. Így, és akkor talán vonuljunk is vissza. Jól van, fiúk, lányok és egyéb bátornemű Lutmasters követők. Fölkészültünk a Kurszki ütközetre. Felerősítettük a csapatainkat, vásároltunk újabb egységeket, és ki is pakoltuk őket. Egyelőre meglepően nem látok ellenállást. Valószínű, hogy később fognak jönni kilóba, literbe megint az orosz egységek, de majd átvágunk azokon is. Nem tudok mit mondani. Tehát egyelőre be vagyok kábulva, annyira könnyűnek tűnik a történet. Ne legyen igazam. Ne legyen igazam, majd elválik. Jó, oké, és fiúk, lányok és egyéb váltónemű Lutmasters követők, akkor ennyik voltunk mára. Mint azt látjátok, útközben szépen ránk is esteledett. Én még mindig széltoló voltam, ti pedig vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!